Magyarország jogrendszere értelmében a törvényi ítélkezésben, a meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos ülnökök is részt vesznek. Az ülnökök megválasztása a helyi önkormányzatok feladata. Az áprilisi közgyűlés zárt ülésen titkos szavazáson választotta meg az új, 4 éves ciklus 27 bírósági ülnökét. A Hódmezővásárhelyi járásbíróságra 18 főt, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 4 főt, a Szegedi Törvényszékre 5 főt választott a közgyűlés. A bíróságokra ülnöknek büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, a 30 életévét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgárokat választhatott meg a közgyűlés. Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak. Az ülnökök mindegyike megbízó levelük átvételét követően bírói esküvel szentesítette jövőbeni feladatát. Fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez gyűleszek. Az ünnepélyes eseményen az új ülnököket Tárkány Szűcs Babetta, a Szegedi Törvényszék szóvívője köszöntötte, aki elmondta, komoly munka vár minden megválasztottra, hiszen a Szegedi Törvényszékre 1960 peres ügy érkezett. A munkaügyi bíróság érkezése az országos átlaghoz mérten az 5. helyen szerepel. A megválasztott ülnökök a jogszabálynak megfelelően egyes büntetőügyekben, munkaügyi perekben fognak ítélkezni, a hivatásos bíróval egy tanácsban járnak el. Ez számunkra rendkívül fontos, hiszen az ülnökök ugyanazokat a jogokat, illetve kötelezettségeket gyakorolják, mint a bírók. Az elmúlt évben a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra érkezett ügyek száma kimagasló volt, és a büntető ügyszakban beosztott ülnökök behívására és számos esetben került sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak szintén lehetősége van bírósági ülnököket választani. A Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat élt is a lehetőséggel, és a szervezet a helyi járásbíróságra egy ülnököt választott.